Jó napot kérnek, ez egy demonstrációs videó. Nézzük meg azt, hogy ezzel a Vagrant nevű, vagy kicsit magyarosabban mondjuk Vagrant nevű programmal hogyan lehet elindítani egy virtuális gépet. Egyszerűen csak beírjuk a Vagrant app nevű parancsot. Persze ez az image-ét ennek a virtuális gépnek már előre le kellett tölteni. Ez a folyamat csak az, amikor elindul. Ez egy raid-es, két sáv, csíkozott raid-ből álló, két Winchester-ből álló csíkozott raid, de indul el egy közepesen gyors 6 magos AMD processzoron. Hát amikor elindult, akkor nem fogunk látni semmit, csak azt megint, hogy visszatér a kurzor. Hát ennyi volt, ez SSD-n egy kicsit gyorsabb is lehet, és akkor a Vagrant SSH parancssal meg be is lehet lépni. És akkor itt találjuk magunkat a virtuális gépben. Frissítsük a csomaglistát. Ez egy régebbi kiadású Ubuntu 32 bites, lehetne mondjuk 64 is, de most ez nem az. És aztán telepítsük a hátok nevű parancsot. És nézzük meg, hogy milyen processzek futnak. Hát ez egy nagyon alap, ahogy itt ígérik is a dokumentumban, ez egy nagyon alap Ubuntu kiadás. Tehát fut egy pontos időprogram, egy DHCP kliens, ugye ez a VBox szerviz, mert ez egy VirtualBox-os virtualizáció, időzítők, RPC démon, itt ugye be vagyok lépve az SSH-val, itt is az RPC démon, gondolom ez az NFS file megosztáshoz kell, hát aztán más nem is nagyon fut, ami használható program lenne. Hát látszik, hogy itt nem sok memóriája van, mert ugye csak 369 megabyte, de nagyon gyorsan bekapcsolódik, és akkor ugye kilépünk, és azt mondjuk neki, hogy Vagrant Destroy. Jaj, bocsánat, kijebb kell még lépni ide, itt kell mondani, hogy Destroy, nincs kiegészítés, és akkor most leállítja a virtuális gépet. Ennyi volt. Hát ilyen gyorsan lehet egy virtuális gépet elindítani és aztán letörölni. Minden jót kívánok, viszont hallásra!